Köszöntöm a Vásárhelyi Televízió nézőit, önök a Híradót látják, Kozó Attila vagyok. Több 100 millió forint a tét, visszakapja az iparűzési adó egészét vagy háromnegyedét a város. Országos bajnokok a Vásárhelyi strandon, EB helyett már az olimpiára készülnek. Mórahalom visszavár, megújult szolgáltatásokkal és igényes színpadi produkciókkal nyit a homokhegysági település. Egyes kormánypárti sajtóhírek szerint 600 millió forintot kap vissza a Hódmezővásárhely az iparűzési adó megfelezésének kompenzációjaként. Tény, hogy Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter ma bejelentette, hogy a kormány 23 milliárdot fordít a 25 ezernél nagyobb települések kompenzációjára, ezekből egyébként csaknem 50 van. A pénzek pontos elosztása még ismeretlen. A kormány arányos és méltányos módon összesen majdnem 23 milliárd forint támogatásról döntött. A csaknem fél száz 25 ezer fő feletti településnek jut tehát ennyi pénz. Gémesi György a Vásárhelyi Televíziónak még januárban elmondta, mekkora kiesést jelent az iparűzési adó megfelezése az országban. Az iparűzési adó kapcsán hozott döntés a 150 milliárd kiesést jelent. A MÖSZ elnöke azt is hozzátette, hogy a teljes iparűzési adóbevétel 90%-át működésre fordítják az önkormányzatok. Így az, hogy a miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentése szerint az úgynevezett adóerőképesség, a pénzeszközállomány, a megtakarítás mértéke alapján három kategóriába sorolt települések közül a leggazdagabbak csak fejlesztési forrást kapnak, nem segít a működési gondokon. Hódmezővásárhely nem tartozik a leggazdagabbak közé, de Gulyás Gergely tájékoztatójából nem lehet leszűrni, hogy a 75 vagy a 100%-ban kompenzáltak közé esik. Második kategóriába tartozó önkormányzatoknál nem mindensorban egészen pontosan, de főszabályszerűen a kieső iparűzési adóbevétel 75%-át a központi költségvetésből megtérítjük, míg a harmadik kategóriába tartozó legszegényebb településeknél ez az összeg, ez 100%, tehát ott teljes megtérítést biztosítunk. A megyei jogú városoknál is ez a megyei jogú városok esetében mindenhol ez a helyzet. Hogy mit ért a miniszter ezen a helyzeten, bizonyára kiderül néhány napon belül. A vásárhelyi kormánypárti sajtó úgy tudja, hogy Hódmezővásárhely önkormányzata a kormánydöntés keretében 600 millió forint forrásban részesül. A város polgármestere Skype-on reagált a hírre. Amikor a költségvetést összeállítottuk, akkor természetesen ezzel az összeggel számoltunk mi is, de a kormány elmúlt időszakos megvonásait és politikai alapú pénzosztásait és büntetéseit látva nem reméltem, hogy méltányos lesz az eljárásuk, de egyelőre, mondhatnám, lekopogom, úgy tűnik, hogy a Hódmezővásárhelytől ezen a soron elvett tételt akár 100%-ban is kompenzálni fogják. Márki-Zay Péter elmondta még, hogy a város költségvetésébe beterveztek egy 1 milliárd 380 millió forintos tételt is, remélve, hogy az ellenzéki vezetésű települések is megkapják azt, amihez a tisztán fideszes vezetésű megyei jogú városok hozzájutottak a kormánytól tavaly karácsonyi ajándékként. Képviselő maradhat Krupicer Ferenc tegnap kapta meg e-mailben a kúria végzését, amelyben egy úgynevezett méltatlansági összeférhetetlenségi ügyben jóváhagyták a szegedi törvényszék korábbi döntését. Az eljárásban Cseri Tamás bejelentése nyomán a kormányhivatal volt a felperes, de lekéstek egy határidőről, így Krupicer Ferenc megőrizheti mandátumát. Hosszú, több hónapos, mint egy két éves húzavona után a kúria pontot tette végére. Így összekezdte a pereskedés folyamatát Krupicer Ferenc, mint ismeretes 2019-ben a Krupárt Kft. Működtette a Rádió Kolort, mely Kft.-nek tulajdonosa és ügyvezetője Krupicer Ferenc, aki azt mondja, hogy a törvény előírásainak megfelelően képviselővé választása után intézkedett a rádió megszüntetéséről, és ezt jelezte is Márki-Zay Péter polgármesternek. Az önkormányzati törvény ugyanis megtiltja, hogy aki képviselő, az médiatartalom szolgáltató cég ügyvezetője vagy személyes közreműködője legyen. Emiatt indítványozta Cseri Tamás, a Fidesz-KDNP Hódmezővásárhelyi frakció vezetője, tavaly decemberben a közgyűlés ügyrendi és mandátumvizsgáló bizottságánál, hogy fosszák meg képviselői mandátumától Krupicert.
kezdeményezését továbbította a kormányhivatalnak is. A hosszú pereskedésben azonban a kormányhivatal lekésett egy határidőt, így az ügy Krupicer Ferenc javára dőlt el. Helyben hagyta az elsőfokú bíróság döntését, elutasította a kormányhivatal fellebezését, és mint ilyen nekünk alperesetnek adott igazat a kérdésben. Nem vagyok összeférhetetlen, nem vagyok méltatlan, tehát továbbra is képviselő maradhatok. Cseri Tamás és Krupicer Ferenc a Vásárhelyi Televízióban is vitáztak ebben a kérdésben. A fideszes képviselő hasonló ügyben hasonló helyzetbe került, de végül mindketten megőrizhették mandátumukat. Az írásbeli érettségik negyedik napján ma idegen nyelvből vizsgáztak a középiskolások, az angollal kezdődött a megmérettetés. A legtöbben könnyűnek találták az idei kérdéssort. Volt, aki a szövegértési feladatot 10 perc alatt megoldotta. Az általunk megkérdezett vásárhelyi diákok jóra tippelik megírt dolgozatuk végeredményét. Ma reggel 9 órakor országszerte megkezdődtek az idegen nyelvi érettségi vizsgák. A diákok angolból közép- és emelt szinten vizsgáztak. Középszinten az írásbeli vizsga időtartama 180 perc volt. Az olvasott szövegértési feladatlap kitöltésére 60, a nyelv helyességi kérdésekre 30 perc állt rendelkezésre. Ezután még a hallott szövegértésére vonatkozó feladatlapot is meg kellett oldaniuk az érettségizőknek. A Bethlen Gábor református gimnázium diákjai szerint könnyű volt az angol vizsga. Igazából most ez nekem előrehozott volt, és szóval még nem voltam érettségin. Érdekes volt megtapasztalni, és ez szerintem elég jól sikerült. A hallott szövegértése volt a legnehezebb. Volt, akinek a tovább tanulásban nagyon, másoknak ugyanakkor a legkevésbé számít az idegen nyelvi vizsgára adott érdemjegy. A Vásárhelyi TV által megkérdezett diákok mind 4-es, 5-ösre értékelik a szereplésüket. Hát biztos, hogy az angol volt így a legkönnyebb, de még ugye nem tudom, lesz az info, abból én emeltezek. A legnehezebbnek meg, hát én szerintem a törit mondanám. Meg a matek se volt túl egyszerű, de talán a töri az a legnehezebb, az angol meg a legkönnyebb. Jövő héten a szabadon választható tantárgyal mennek tovább az írásbeli vizsgák. Idén a tavalyihoz hasonlóan a szóbeli vizsgák a Covid-helyzet miatt elmaradnak. Mórahalom visszavár mottóval nyitja meg megújult szolgáltatásai körét a homokhátsági település a járvány enyhülésével. Jelentette be tegnap Nógrádi Zoltán polgármester a futódobó lovas központban rendezett sajtótájékoztatón. Az idei nyári szezonban 7. évadát kezdi majd meg a Nemzeti Lovas Színház is, amely a már nagy sikerű előadások mellett vadonatúj produkcióval, Szent László a Lovak Király című népi rockoperával is megörvendezteti a védettségi igazolvánnyal rendelkező rajongókat. A társulat tagjai ízelítőt is adtak a monumentális darabból. Mórahalom turisztikai attrakciói készen állnak arra, hogy újra fogadják a visszatérő és az új vendégeket. Többek között a városi fürdőben az ország egyik legnagyobb wellness részlege várja az érdeklődőket, míg a kulturális produkciókat megújult színpadon és technikai körülmények között láthatja és hallhatja majd a közönség. A Kóló Szerb Kulturális Központ, az Aranyszöm Rendezvényház, mint befogadó színház, a Szabadtéri Színházunk és a Lovas Színházunk olyan különleges musicalekkel, táncprodukciókkal, zenei produkciókkal, koncertekkel, showval, cirkusszal, és még sorolhatnám a műfajokat, amelyel rendelkezésre állunk, amely az eddigiekhez képest egy jóval szélesebb repertoárt jelent. Jó figyelj hát, Laci, eljött a végső óra már. A Nemzeti Lovas Színház immár 7. évadát kezdi meg Mórahalmon, amelyben idén-nyáron olyan népszerű előadások kapnak helyet, mint a családok szórakoztatásáról gondoskodó Aladdin, a legtöbbet játszott musical a Szilaj, és jön az alföldi betyár, Rózsa Sándor is. Továbbá vadonatúj produkció a Szent László a Lovak Király című népi rockopera is színesíti majd a repertoárt. Egy olyan királyt kerestünk, aki makulátlan, aki 8 csatából 8-at megnyert, akit a saját korában latinul Isten atlétájának neveztek, akivel tudunk azonosulni minden szempontból. Jelzem, a szakállam is azért ilyen hosszú, mert ugye külsőleg is akarok rá hasonlítani, de természetesen színészileg is mindent elkövetünk, hogy a korhűek legyünk, gyönyörű jelmezeink vannak már, és csodálatos díszletünk. Álmaimban szárnyalt egy fénylő égi szűz,
Nem értettem, miért jött, mi az, mi hozzáfűz. Pintér Tibor partnerét így és Jennifer alakítja, akit a király a hunok fogságából ment meg. Ilonát játszom, aki hát a Szent Lászlónak tulajdonképpen az ilyen kis múzsája, ilyen be nem teljesedett szerelem van köztük végül is, és végig kíséri az útján, így mindig ott van a lelki szemeivel, ezt nagyon okosan majd, ezt nem márulom el, hogy de megmutatjuk a színpadon is. A Patkó Lovas és Szabadtéri Színház június közepétől egészen augusztus végéig várja az igényes kulturális produkciók szerelmeseit Mórahalmon. 5,5 hónap zárvatartás után május elején újra kinyitott a Németh László Városi Könyvtár és a Pósa Lajos Gyermekkönyvtár. Mind a felnőtt, mind a gyermekkönyvek személyes kikölcsönzéséhez védettségi igazolványra van szükség, ez jelentősen lecsökkenti a könyvtárba járók számát. Akiknek nincs ilyen dokumentumuk, igénybe vehetik a könyvtárpont és a házhoz szállítás szolgáltatást. Komoly szabályozás mellett lehet könyvtárba járni Hódmezővásárhelyen. A felnőttek csak védettségi igazolvánnyal, a gyerekek pedig védettségi igazolvánnyal rendelkező felnőttel léphetnek be. Ezek mellett maszkot és kézfertőtlenítőt is kell használni. Gyakorlatilag a nyitástól érkeznek a látogatóink, meg kell nekik szokni, hogy most már bejöhetnek a kapuinkon belül is. Természetesen azok sem maradnak könyvtári ellátás nélkül, akik kártyával nem rendelkeznek. Az ő számukra a könyvtárpont szolgáltatásunkat tudom ajánlani. Annyi változás van ebben, hogy a könyvek átvétele a bejárat előtt egy hosszabbított nyitvatartással működik, tehát az évelejéhez képest most gyakorlatilag a könyvtár teljes nyitvatartási ideje alatt működik a könyvtárpontunk. Akik valamiért akadályoztatva vannak abban, hogy elmenjenek a könyvekért, ők választhatják a házhoz szállítást is, amit ingyenesen vehetnek igénybe a lakosok. E-mailben és telefonon a Németh László Városi Könyvtár katalógusából lehet kiválasztani a kölcsönözni kívánt könyveket. A könyvtár igazgató szerint a vásárhelyiek elfogadták az új szabályokat. Nyilván a szabályok betartása az a mi kötelezettségünk, és nem mi hozzuk ezeket a szabályokat. Teljesen gördülékenyen működik az ellátás. Egy-két olvasót sajnos vissza kellett fordítani az ajtóban, de ők sem maradnak kiszolgálatlanul, úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenki megelégedésére tudtuk ezeket a lehetőségeket kialakítani. A könyvtárban hamarosan újra lesz Baba-Mama klub, ahol minden kedden együtt babázhatnak az anyukák, de szeretnék újraindítani a könyvbemutatókat és a kulturális programokat is. Kapás Boglárka és Kenderesi Tamás már az olimpiára készül a vásárhelyi strandon, bár napokon belül elstartol a magyarországi Európa-bajnokság, a klasszisúszók legjobb formájukat az ötkarikás játékokra tartogatják. 2020-ban a tokiói olimpiát elhalasztották, az elmúlt egy év lehetőséget adott a sportolóknak, hogy tovább fejlődjenek. Kapás Boglárka edzője most is érem közelében szeretné látni versenyzőjét. Egy héttel az Európa-bajnokság előtt Hódmezővásárhelyen edzőtáboroznak a magyar úszósport kiválóságai. Kapás Boglárka is itt készül, ideálisnak tartja a körülményeket a felkészülésre. Nem véletlenül vagyunk itt, mi ugye visszajáró vendégek vagyunk, úgymond, sőt, igazából már második otthonunk is, Hódmezővásárhely, úgyhogy hát most is ugye Európa-bajnokság előtti utolsó szakaszban idejöttünk, ugye itt minden feltétel adott, tökéletes, úgy is mondhatnám, ugye nagyon közel van a szállás, étkezde és ugye az uszoda, úgyhogy hát ugye azért is imádunk ide járni, meg hát azért, mert elég sokszor süt a nap, és lehet kint is úszni, és ezt én nagyon imádom. A világbajnok úszónő elsősorban nem az EB-re készül, tartalékolja a legjobb formáját a tokiói olimpiára. A tavaly elmaradt ötkarikás játékok óta teljes lendülettel edz, úgy látja idén még felkészültebb lesz. Bír Balázsról az edzőmmel akkor ugye már így megbeszéltük egymás között, hogy mi ezt a plusz egy évet mindenképpen kihasználjuk. És sikerült is, mert hogy az volt a cél, hogy 100 méteren gyorsabb legyek, és 200 közben is az első százam legyen gyorsabb, és ez az országos bajnokságon kitűnően sikerült is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nekem tényleg számított ez a plusz egy év, és örülök neki, hogy tényleg ki is tudtuk használni. Virt Balázs az országos bajnokságon elért eredmények fényében további sikerekre számít, olimpiai érem közelében szeretné látni klasszis úszóját. Az EB-től arra számítok, hogy a magyar bajnokságon elért időeredményt, ami gyakorlatilag majdnem hogy a legjobbja, azt minél jobban közelítse meg így, hogy nem kerül formávózásra.
az olimpián pedig hát nyilván egyéni csúcsot szeretnék, az élete legjobbját, és minél közelebb, azt mondom, hogy érem közhez közel kerülni, ezt szeretem. A korábbi magyar bajnok, olimpiai bronzérmes, Kenderesi Tamás is a vásárhelyi úszodában készül, energiáit ő is Tokióra tartalékolja. Az EB-n valószínűleg nem fogok csúcsformába kerülni, pont hogy azért, hogy az olimpia legyen a legjobb. Úgyhogy hát most egyelőre az edzésen van a hangsúly csak, és az egész jól megy, úgyhogy remélem, hogy ez a versenyeken is megmutatkozik. Turi György mesteredző is vásárhelyen segíti az úszókat. Úgy látja, hogy a 33-35 fős magyar olimpiai csapat tagjainak a pandémia alatt is minden esélyük megvolt arra, hogy felkészülhessenek, és a világversenyen a legjobbjukat nyújthassák a sportolók. A Magyar Úszó Szövetség minden körülményt biztosított számunkra, tehát a tekintetben, hogy dolgozni ne tudtunk volna, olyan problémánk nem volt. Természetesen motivációs hiányosságok vannak, nagyon hiányoznak a versenyek, a közönség előtti verseny, de ez a világon mindenkire vonatkozik, tehát gyakorlatilag nem indulunk handicappel. Turi György hozzátette, hogy több magyar éremesélyes úszó is rajtkőre áll Tokióban. Meglepetésekre nem számít, hiszen a versenyzők felkészültek a megmérettetésre. Kedves nézőink, Önök a Vásárhelyi Televízió híradóját látták, hírműsorral legközelebb pénteken, késő délután 17:30-kor jelentkezünk. Legyenek akkor is a nézőink. A Vásárhelyi Televízió ma esti műsoraiból hadd hívjam fel figyelmüket Időben című adásunkra. Ezúttal a stúdióbeszélgetés vendége Csanádpalota polgármestere dr. Debreceni István lesz 6 órakor, illetve 8 órakor látható ez a beszélgetés. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!